A filmsorozat készítői köszönetet mondanak Peru, Argentína, Jugoszlávia és Ekvádor kormányainak segítségéért, támogatásáért. Víztömegének hömpölygő lustasága, viharainak tajtékos vadsága, élővilágának pompás gazdagsága, felfedezőinek romantikus bátorsága, hajósainak férfias magányossága, térségeinek végtelen tágassága elmond-e mindent róla. S ha tudjuk, hogy az életvizéből született, hogy az első őssejt hamarabb nem keletkezhetett, mint amikor a víz és föld elkülönültek, és csak ott születhetett, ahol határosak maradtak és egymásba mosódtak, akkor mindent tudunk-e róla? Bölcsünk volt, eltartónk lehetne akkor is, ha még sok-sok milliárddal megszaporodnánk, ám meg lehet, hogy mindent, amit ad és amit adhatna, visszavesz tőlünk emberiségtől. De azért ne hibáztassuk a tengert. Az ENSZ Környezetvédelmi Igazgatósága és a Magyar Televízió bemutatja A nélkülözhetetlen tenger című filmet, a Megsebzett bolygó című sorozatból. A világtengerek nagyságát érzékelni segíthet-e a képzelet? Mert mit jelent az, ha tudjuk, hogy a Föld felszínének 71%-át víz borítja? És mit jelent az, ha tudjuk, hogy a Föld vízkészlete 1380 millió köbkilométer? E számokat hallva, vagy az óceán fölött repülve órákon át, miközben a végtelen víz hullámzását látjuk magunk alatt, alig ha érezhetünk mást, mint azt, hogy a tengerek víztömege fölfoghatatlanul nagy. Ám ha azt is tudjuk, hogy a Föld egész vízkészlete bolygónk nagyságához képest annyi, ahogyan a hártyapapír vastagsága aránylik a becsomagolt almához, akkor talán már úgy érezzük, hogy a Földön lévő víz aggasztóan kevés. Az ember a tengereknek, óceánoknak halásza és hajósa. Közlekedik rajtuk és élelmet szerez belőlük. A teljes kapcsolat azonban jóval több, jóval szorosabb. Az élő anyag 90-95%-a víz, és hogy az élet a tengerben keletkezett, ennek sajátos bizonyítéka, vagy talán jelképe, hogy vérünk só koncentrációja majdnem azonos a tengervízével. Az űrkutatás kiderítette, hogy a naprendszer bolygói közül egyedül a Földnek van felszíni vízkészlete. Ez még természetesebbé, ám egyben drámaibbá is teszi számunkra, amit régen tudunk, hogy a földi élet elválaszthatatlanul kötődik a vízhez. A víz elvesztése vagy elszennyezése az embert, sőt az egész élővilágot végveszélybe dönti. Repülőúton két szárazföld között jól fölmérhetjük a magunk szemével a tenger egyik legfontosabb hatását. Alattunk, mellettünk, fölöttünk fellegek úsznak, amelyek a sós víz párolgásából keletkeztek, ám amelyek csapadék formájában édes vízként fognak visszahullani. Mindazt a vizet, amelyet a szárazföldek párologtatnak el, és az csapadékként nem rájuk hull vissza, és amelyet a folyók szállítanak a tengerekbe, a tenger felhőket tápláló párolgása hűségesen visszaadja, pontosan azonos mennyiségben. Ma még pontosan nem tudjuk, hogy milyen önszabályozó mechanizmus tartja fönn ezt az egyensúlyt, ám enélkül a kontinenseket, vagy árvizek, vagy aszályok tennék tönkre. A sós világtengerek tehát a napsugárzás hatására úgy működnek, mint óriási vízdesztilláló üzemek, amelyek édes vízzel öntözik a szárazföldeket.
A tengerben és a tengerből élő lények tömegéről a perui madárszigetek adhatnak némi fogalmat. E szigetek madárseregei azokat a harrajokat dézsmálják fáradhatatlanul, amelyeket az Antarktisz felől érkező hideg Humboldt áramlat sodor magával. E madarak trágyája a magas foszfortartalmú, értékes guanó. Nevüket is erről nyerték, guanó szulláknak nevezik őket. A guanó évezredek folyamán vastag rétegekben halmozódott föl, ezt azonban már régen kitermelték. Az újonnan keletkező madártrágya azonban megéri, hogy gondosan óvják a kopár szigetek madártelepeit. A természetvédelem szerencsés formája ez, amikor a védett állatok közvetlen gazdasági hasznot hajtanak az embernek. A hasonló hideg tengeráramlatok máshol is gazdagok planktonokban és halban. Így azután Afrika nyugati partjai mentén vagy a norvég partoknál szintén találunk guanóval borított szigeteket. Ezek tömérdek szárnyas lakója szinte korlátlanul talál táplálékot. Számuk növekedésének nem az élelem szűkössége, hanem inkább a fészkelőhelyek hiánya szab határt. A patagóniai kormorántelep mindennapi élete szintén a hely és az építőanyag hiányáról tanúskodik. A kormoránpárok éveken át ugyanazt a fészket használják újra és újra kitatarozva. Az ürülékük és a fészeképítésekhez hordott tengeri alga összecementálódva alkotják a fészek alapját. Erre helyezik rá a kormoránok a tengerből kihalászott friss algacsomókat. Ám életük szüntelen éberséget kíván. Ha csak pillanatokra is fölkelnek fészkükről, a védtelen fiókákra lecsapnak a telep fölött kerengő rablósirályok. A jó szomszédok pedig, hogy megtakarítsák az utat a tengerig, tolvajmódra próbálnak szerezni egy kis algát. A fókák a tengeri életmódhoz nagyszerűen alkalmazkodott emlős állatok. Minthogy legtöbbjük halakkal él, ugyancsak gyakoriak a zsákmányban gazdag, hideg tengeráramlatok közelében. Ám téves a fókákat arktikus állatnak tartani. A föld déli és északi föltekéjének egyaránt megvannak a maga fókái, s a déliek közül a legészakibb például egészen az egyenlítőnél, a Galapagos-szigeteken él. A szárazföldön igen ügyetlenek. Ezért azután az élősdíjeikre vagy sebeik elhalt részeire éhes madarak csöppet sem tartanak tőlük. A fókák csoportosan nagy családokban élnek. Egy-egy hímhez 20-30 nőstény is tartozik. Emberi fogalmak szerint tehát ezek a csoportok háremek. A családfő éberen vigyáz csinos nőstényeire, ám így is előfordul olykor sikeres csábítás. Thank you.
Argentína keleti partján a Valdez-félsziget gyönyörű és hatalmas fókarezervátum, ahol a szigorú felügyelet és a szakszerű természetvédelmi munka eredményeként több már-már kipusztulóban volt fókaraj ismét elszaporodott. Itt figyeltük meg a sörényes vagy oroszlánfóka intim életét. A hím, a darwini elv a természetes kiválasztódás szembetűnő példázataként sokkal nagyobb nőstényeinél, mert a háremért folyó vadharcokban csak a legerősebbek maradhatnak felül. Ám édes a küzdelmek jutalma. A családfőt a hárem valamennyi tagja igyekszik kegyeivel elhalmozni. A kezdeményező, csöppet sem szemérmes fókahölgynek olykor bizony nem kis türelemre van szüksége, amíg édes kettesben eléri célját. Valdez-félsziget meredek, megközelíthetetlen partjainál zavartalanul élnek a megmentett fókarajok. Szabadon, zavartalanul lustálkodnak a parton, vagy vívják szerelmi csatáikat. Amikor pedig igazi elemükbe, a tengerbe merülnek, csoportos úszásuk valóságos vízi balett. A hajdani fókavadászat, amely eltartott egészen századunk elejéig, nem volt más, mint iszonyú mészárlás. A hajósok megrohanták a parton menekülésre képtelen állatokat és bunkókkal agyonverték. A bőrt is otthagyva, csak a hájat vitték el magukkal, hogy kiolvasszák a drága fókazsírt. Nem csak barbár öldöklés volt ez, hanem igazi rablógazdálkodás is, amelynek következményeit mi viseljük, hiszen egyes fajok teljesen kihaltak, másokat csak rezervátumokban tudunk megmenteni. Néhol kilométereken át ilyen a part. A tenger halainak és egyéb állatainak tömege nélkülözhetetlen fehérje forrása az emberiségnek. S minthogy az élelemtermelés lassabban nő, mint a föld lakossága, és mert a világon százmilliók szenvednek súlyos fehérje hiányban, ez a forrás mind fontosabb. A tengerből származó állati fehérje egyötöd részét adja az ember teljes állati fehérje felhasználásának, illetve ha a takarmányozásra szolgáló hallisztet is számításba vesszük, akkor valamivel több, mint egy negyedét. Az emberiség teljes táplálékának jelenleg 98,5%-a a mezőgazdálkodás terméke, tehát mindössze 1,5% a mezőgazdaságon kívüli eredetű. Viszont a világtengerekben összesen 100 millió tonnányira becsülik az évente kihalászható halmennyiséget, és ebből 72 millió tonnányit már is kihalásznak. Számos tengerrész halállománya már is fogyatkozik, védelemre szorul, egyes halfajok utánpótlása fogy.
A jövő nehéz feladatok seregével várja a halászat szakembereit, a biológusokat, az élelmiszertechnikusokat. A mai halászat és feldolgozás eszközeivel hasznosítható készletek kimerülőben vannak. Ám a tenger még teli fehérje tartalékkal. Igen sok, ma még veszendőbe menő halászati hulladék, ilyenek az emberi fogyasztása kevéssé alkalmas halfajok, vagy ilyen például a tengeri uborka, amelyet ma csak a legnagyobb szükséget szenvedők fogyasztanak. Számos édesvízi halat halastavakban mesterségesen tudunk szaporítani. Meg kell találnunk a tengeri halak mesterséges szaporításának módozatait is. A tenger igazi bőkezűségét talán az a halászat mutatja be a legjobban, amit a halban, planktonban és még sok egyéb élőlényben oly gazdag Humboldt áramlat csodrában folytatnak Peru partjainál. A zsákmány elsősorban rákokból, kagylókból és természetesen halakból áll. A jéghideg vízbe búvárnak kell lemerülnie, hogy a sziklákhoz tapadt kagylókat lefejtse. A tengeri halászat rideg, kemény munka, amely azonban sok ezer embernek ad váltakozó szerencséjű, mégis biztos megélhetést. És az egész földön millióknak nyújtja a nélkülözhetetlen fehérjét. De nyújthatná milliárdoknak is. Számítások arról tanúskodnak, hogy a világtengerekben évente összesen 3 milliárd tonnányi állattömeg termelődik. Ez több mint 300-szorosa a jelenleg az állattenyésztésben a világon összesen termelt húsnak. Ha e fehérje tömegnek csupán 3/1000-ét sikerülne megszereznünk, már ez megkétszerezné a ma az emberiségnek táplálékul szolgáló állati fehérjét. A jövőt jelző, de már ma is járható utak egyikét példázza a tengerparti csirkegyár. Ötletét az kínálta, hogy a tengeri élőlények egy része túlságosan apró, mások ízük vagy egyéb tulajdonságaik miatt nem ízlenek az embereknek, a velük hízlalt csirkék húsa azonban jól fogyasztható. Peru tengerparti csirkegyárai a sivatagi sávban vannak, épületeik körül a gyérnövényzet jelzi, hogy itt a föld takarmányt nem terem, a csirketápot a tenger, a sokat emlegetett Humboldt áramlat dús élővilága adja. A tengeri algák, a tenger zöld növényei szemre nem olyan látványosak, mint a trópusi esőerdők. A partokra kisodródó tömegük azonban már elárul valamit fontosságukról, bár a legnagyobb jelentőségük éppen a legapróbb, mikroszkópikus nagyságú egysejtű algáknak van. Mind az egysejtű, mind pedig a többsejtű algák közös tulajdonsága, hogy a fotoszintézis során oxigént termelnek. Egy-egy kis oxigénbuborék jelentéktelennek látszik. Ám az óceán alga tömege együttesen negyed annyi oxigént ad, mint amennyit a föld trópusi őserdői termelnek. A partokra sodródó óriási mennyiségű alga nagy érték, például mint a fotó, film és élelmiszeriparban nélkülözhetetlen zselatin alapanyaga. Az argentinai Chubutban működik a világ második legnagyobb algagyára. Az összegyűjtött vörös algából először kocsonyás nyers zselatint nyernek, ezt fokozatosan besűrítik, megszárítják, majd a szárított lemezeket porrá őrlik és a zselatinport zsákolva értékesítik a világpiacon. Ezek a megszokott üzemi felvételek egy zselatingyár látványa ugyan kit hoznak izgalomba. Ám ha tudjuk, hogy a világtengerek évente 300-szor annyi szerves anyagot produkálnak, mint a föld egész mezőgazdasága, akkor egy ilyen gyár egyszerre hatalmas távlatokat nyit. A tengernek rövidesen sorsdöntő szerepe lehet ellátásunkban. Az ember, amikor eddig a tenger halait, rákjait, s nagy testű emlős állatait, a bálnákat, fókákat, rozmárokat zsákmányolta, tulajdonképpen a tengeri biológiai termelés végtermékeit hasznosította, hiszen ezek az állatok jó részt hosszú-hosszú élelmi láncok végén helyezkednek el, termelődésük rossz hatásfokú. Az ember szemszögéből a tengeri planktonokban felhalmozódott energiának 90%-a elvész, mire halhús lesz belőle. A biológia nagy álma, hogy az ember le tudja rövidíteni az élelmi láncot, s rögtön a planktont fordítsa a maga javára. Ha ez sikerül, akkor a jövő tengerparti gyáraiban a zselatinnál 100-szor fontosabb és 1000-szerte több terméket lehet majd előállítani, főként az éhező emberiség számára nélkülözhetetlen fehérjét.
Ez az álom a megvalósulás küszöbére érkezett. A küszöb átlépése, a megvalósulást nem a tudományos vagy a technikai ismeretek hiánya, nem is az idegenkedés, az újtól vagy a tőke hiány akadályozza, hanem a tenger biológiai halála fenyegeti. A modern világ fő energiahordozóját, a nyersolajat nagyrészt szárazföldi kutakból nyerik. Az olajmezők egy része azonban a tengerek alatt van. Ezek kitermelése a legnagyobb óvatosság mellett is olajszennyezéssel fenyeget, de mivel a világ olajszűkében szenved, sürgeti a termelés gyorsítását, és az óvatosság a kitermelés ridegüzleti érdekei mellett háttérbe szorul. De a legnagyobb veszély az olajszállítás. A sok száz részben már több százezer vagy félmillió tonnás óriás tankhajó töltése és ürítése, a parti olajfinomítók szennyvize mondhatni legálisan szennyezi a tengert, amennyiben ez a szennyezés a nemzetközi ellenőrző szervek tudtával történik. Még súlyosabb az illegális olajszennyezés, például a fáradt olaj vagy a tanköblítő víz tengerbe engedésével. Az olajszennyezés hatásának szemléltetésére kísérletképpen mi is beleöntöttünk a tengerbe 3 liternyi fáradt olajat. Ez körülbelül annyi, amennyi a kisebb személygépkocsik olajteknőjében van. Ez az igazán csekély mennyiség néhány perc alatt több száz méter átmérőjű vízfelületen terült szét. A víz felszínét így elborító olajfilm akadályozza az atmoszféra és az óceánok természetes kölcsönhatását. Csökkenti a víz párolgását, tehát a csapadékviszonyokra is kihat. A nem oldódó alkotórészek emulziót alkotnak a vízzel, s rátapadnak az élőlényekre, elzárják légzőnyílásaikat. Akadályozzák a napfény és az ultraibolya sugarak behatolását, s ezzel a tenger egész planktonállományát veszélyeztetik. Olajszenny hatására elpusztult algákat látunk mikroszkóp alatt. Az Egyesült Államok Tudományos Akadémiájának megállapítása szerint csak a hajók mosása és tartályaik tisztítása során évi 6 millió tonna olaj kerül a tengerbe. Ezt növelik a mind gyakoribb és súlyosabb tankhajó katasztrófák, amelyek egy-egy tengeri, tengerparti régióban felmérhetetlen és évekre kiható, vagy soha többé jóvá nem tehető károkat okoznak. Ezek megakadályozása már csak azért is roppant nehéz, mert ma már mintegy 72 ország rendelkezik tankhajókkal, amelyeknek útvonala, működése, szabályzata, legénységének és tisztikarának képzettsége és felelőssége nemzetközi ellenőrzés alá kevéssé helyezhető. Az argentinai Chubut tartomány partjainál van Dél-Amerika egyik legszebb pingvin telepe, ahol ezek az állatok főként a szaporodási költési időben láthatók. Sokan azt hiszik, hogy a természetvédelem, a nemzeti parkok fenntartása, holmi nagylelkű emberi jótékonykodás, a pusztuló állatok érdekében. Kétségtelen, hogy az állatvédelemnek ez a célkitűzése is tiszteletre méltó. Ám a korszerű természetvédelem, amint a sorozatunknak a nemzeti parkokról készült külön filmjei is mutatják, az ember érdekeit helyezi középpontba. A pingvinek természetesen önmagukért, alakjuk és életmódjuk érdekességei kedvéért is tanulmányozásra és védelemre méltó madarak. Az Antarktisz jeges régiójában alakultak ki, innen vándoroltak szét a hideg áramlatok mentén észak felé. Testsúlyukhoz képest igen sok tengeri állatot, főként halat fogyasztanak. És mint hogy az Antarktisz körüli vizekben rengeteg a plankton és a hal, ez erősen odaköti őket. A költési időszakban azonban enyhébb vidékekre húzódnak, többek között Patagónia partjaira. Csábító lett volna számunkra, hogy, mint a legtöbb pingvinfilm készítője, mi is életmódjukkal, viselkedésükkel szórakoztassuk, okítsuk önöket. Minket azonban más érdekelt. Egy ellentmondás. Egyesek szerint pusztulnak, mások szerint gyarapodóban vannak a pingvin telepek. Mi lehet az igazság?
Nos, a pingvinek a tengeri ökológia szempontjából modellállatok. Annyira alkalmazkodtak a tengeri életmódhoz, hogy azonnal reagálnak a tengerváltozásaira. Ismét fölidézzük azt a megdöbbentő adatot, hogy a világtengerekben évente 3 milliárd tonnányi állattömeg mindennapi szóval hús termelődik. És ha a pingvinek száma csak ugyan növekszik, akkor a tengerekben élelembőségnek kell uralkodnia. Nemrégiben kezdődött el a Biomass elnevezésű program végrehajtása, amelyet a Scientific Committee for Atlantic Research kezdeményezett. Ennek a célja, hogy az antarktikus vizek legfontosabb planktonikus rákjának az aprócska, de milliárdos tömegeket alkotó krillnek emberi táplálékul való hasznosítását tanulmányozza. A kutatások azt már is kiderítették, hogy mivel a krill a bálnák fő tápláléka volt, ezek számának tragikus csökkenése nyomán fogyasztó híján az apró rákok rendkívül elszaporodtak. A pingvinek és a fókák ujjabban valóban tapasztalható elszaporodása, tehát korántsem csak az ember hathatós védelmének, közreműködésének köszönhető, hanem elsősorban a táplálkozási viszonyok javulásának. Ez viszont biológiai jel számunkra, hogy az emberiség rendelkezésére áll egy igen fontos fehérje táplálék, a krill, amelyet először is meg kell mentenünk a tengerszennyezéstől, majd pedig ki kell dolgoznunk gazdaságos értékesítését. A pingvinek, ezek a bunfordi érdekes, kedves madarak tehát segítettek nekünk egy fontos élelemforrás feltárásában azzal, hogy életük tanulmányozása, sorsuk követése közelebb vitt a tenger alapvető biológiai folyamatainak megértéséhez. A pingvinek ugyanakkor pusztulnak is. A tenger olajszennye gyilkolja őket. Az olaj behatol a madarak finom, a szőrzethez hasonló tollazatába, s tönkreteszi a vízmentes, nagyszerű hőszigetelésű pingvinruhát. A további már épp oly egyszerű, amilyen tragikus. A jéghideg víz a tollazat alá hatol, a madarak megfáznak s elpusztulnak. Több millió éves evolúciós fejlődés kellett ahhoz, hogy a pingvin az Antarktisz zord éghajlatához, a jeges vízű tengerekhez alkalmazkodjék. De a civilizáció hozta új veszéllyel szemben teljesen védtelen. Mit is mondtunk bevezetőül? Bölcsőnk volt, eltartónk lehetne akkor is, ha még sok-sok milliárddal szaporodnánk. Ám meg lehet, hogy mindent, amit ad és amit adhatna, visszavesz tőlünk emberiségtől. De ezért ne a tengert hibáztassuk.